Köszöntöm Önöket, ez az Építők kézilabda magazin. A magyar férfi kézilabda válogatott már is túl van 3 csoportmérkőzésén a horvátországi Európa-bajnokságon. Az elsőn sima vereséget szenvedett az olimpiai címvédő dánoktól. A másodikon szoros csatában maradt alul a legutóbbi Európa-bajnokság ezüstérmesével a spanyolokkal szemben, míg a harmadikon a legalább 4 gólos győzelemért kellett pályára lépni a csehekkel szemben a továbbjutásért. Dánia ellen bár jól tartotta magát a magyar válogatott, végül 32-25-ös vereséget szenvedett. 40 percig abszolút pariban voltunk, nagyon jó teljesítmény nyújtottunk, utána kipukkadtuk, és egy-két gyors dán gól gyakorlatilag meg is pecsételt a sorsunkat, utána viszont a Vrányás azt gondolom, hogy nagyon jó észrevétellel a padon ülő játékosokat is bevetette, hogy ők is szokják ezt az EB légkört. Spanyolország ellen sokáig úgy nézett ki, hogy meg lehet akár a győzelem is, de 2 góllal 27-25-re alul maradt a csapat. Tartottam én is a spanyol védekezésnek a labdacsapdájaitól, ami sajnos be is következett, és talán ezáltal is elment ez a 14 labda eladás, ami nyilván egy mérkőzésnek a végkimenetelét is el tudja dönteni, de ennek ellenére, ahogy te is említetted, ugye ott voltunk, gyakorlatilag loholtunk utánuk. Csehország ellen minimum 4 gólos győzelem kellett volna a továbbjutáshoz, ám 33-27-re kikaptak Lyubomír Vrenyesék, így számukra véget ért az Európa-bajnokság. Mi is elkönyveltük azt, hogy jobb csapat vagyunk, győznünk kell, tovább akarunk jutni és meg akarjuk mutatni, hogy igenis le tudjuk győzni őket. Ez valamilyen szinten egy görcsösen győzni akarásba ment át. Nem volt bennünk az a tudás, ami kell, hogy legyen egy győzelem, ez egy kiélezett szituációban. Ez hiányzott belőlünk, mindig amikor lett volna esélyünk, akkor buta hibákat követtünk el. Láttunk jó és kevésbé jó dolgokat is. Az első 2 meccsen mutatott játékkal alapvetően elégedett vagyok, de az utolsóval nem igazán. Beszéltünk róla, utána összeültünk ugye a fiúk, hogy átbeszélni, hogy mégis mi volt ennek a tanulság az EB-nek. Nagyon hiányzik ez a minimum 3 meccs itt a középdöntőben, mert hogyha a jövőt szeretik volna építeni, és az tényleg nagyon fontos lett volna számunkra. Játszanak és nyerjenek az Építők magazinnal. E heti kérdésünk a következő. Mikor nyert először magyar kupát a Veszprém? A. 1986, B. 1977, C. 1984. A helyes válasz betűjelét a játék@lvkötőjelsport.hu e-mail címre várjuk szerdán 12 óráig. Kérjük, hogy a megfejtés mellett az e-mailben tüntessék fel nevüket és elérhetőségüket is. A legszerencsésebb játékos egy 10.000 forintos vásárlási utalvánnyal lesz gazdagabb, amely Hammel termékekre váltható be az LV Sport üzletében, vagy a www.websportáruház.hu webáruházban. Most pedig megmutatjuk, hogy ki nyert múlt heti játékunkkal. Bár jelenleg mindenki a horvátországi kontinens tornára összpontosít, a kézilabdázóknál vannak olyanok is, akiknek nincs kötelezettségük az Európa-bajnokságon. Azok a veszprémi játékosok, akik nem vesznek részt az EB-n, jelenleg az ifjúsági csapattal készülnek, amíg társaik vissza nem térnek a szomszédból. Bár a veszprémi kézilabdázók nagy része EB-lázban égett az elmúlt napokban, hetekben, azért voltak olyanok, akik itthon készültek a tavaszi szezonra. Nilssonék az U20-as csapattal edzettek. Ez volt az első idei edzésünk, szerintem rendben volt, kicsit mozogtunk és passzolgattunk, kapura lőttünk, kezdésnek jó volt. Hát
perfect. I feel very well. Tökéletesen. Nagyszerűen érzem magam. Őszintén ez az egy hónap jót tett nekem. Feltöltöttem testileg és lelkileg is. Élveztem az ünnepeket a családommal, és rengeteg időm volt mindenre. Mondjuk ki, ez volt a leghosszabb vakációm egész pályafutásom során. Most kezdjük a munkát a pihenő után, ami nagyon hosszú volt, és kitűnően érezte magát mindenki otthon. Most viszont el kell kezdenünk felkészülni az első mérkőzésre, ami 2 vagy 3 hét múlva lesz. Ez nem egyszerű, mert sokan a nemzeti csapatuknál vannak, az edzői stábból sincs itt mindenki, de profik vagyunk, és úgy gondolom minden rendben lesz. A veszprémi kézilabda csapat 2002-ben jutott be először a Bajnokok Ligája döntőjébe. Az út a fináléba a Portland San Antonión keresztül vezetett. A spanyol gárdát a Fotex Veszprém kézilabda csapat egy máig emlékezetes mérkőzésen győzte le. Klasszikus meccsek rovatunkban most ezt az elődöntőt idézzük fel. Gyönyörű védés, Saracevic az induló ember. Először vezet a 20. percben a találkozó során a Fotex Veszprém. 8-7 az eredmény. 13-9-nél még 40 másodpercig tart az ember előnyünk. Carlos Perez, együttközés, Saracevic. Éles, gól a balansó sarokba! Éles József harmadik gólja után 14-9 a miavunkra. Éles, Perez, Jovic zár, és Perez belövi a jobb alsó sarokba, megtrépelje Hernández. Carlos Perez újabb góljával 18-13. Megvan Pásztor, labdát szerez. Diazzal együtt lehet indulni. Jovic vissza Diazzhoz, ott van Jobban a sarokban. És megvan először a 6 gólos különbség Patrick Jobba góljával. 19-13. 40 másodperc a végéig. Jovic, Saracevic. Pásztor megkapja, befordul! 26-19, Pásztor Pista. Most már csak ki kell védekezni 30 másodpercet, és megvan a 7 gólos különbség. Garalda. És megint. Sterbik Árpád és hetes, a minden itt neki, lökésért. 26-19-nél, Sterbik most megint előre jön, hittem, hogy benn marad a vonalon. Fölnéz az órára Sterbik Árpi. Egészen fantasztikus teljesítés Sterbik Árpád! Kevesebb, mint 10 másodperc, éles Saracevic! Az ott már verekedés, kérem! 3 másodpercig van a spanyoloknak, az első félidő végén sikerült 3 másodperc alatt gólt szerezni. Sikerül-e nekünk is gólt szerezni? Menj le, mondja Diaznak Jovic, jöjjön be Carlos Perez! Hát, ha egy átlövésből sikerül valamit összehozni. Öxesz játékvezető mutatja, hogy honnan kell ellőni. 26-19-nél. Richardson is oda settenkedik, Pásztor is oda megy mellé. Perez ellövi és gól! 27-19. Mi is tudunk 3 másodperccel a gólt lőni. Ez egészen hihetetlen. Ez valami csoda. Bajnokok Ligája elődöntő. Itt van még egyszer az utolsó csodagól. A jobb alsó sarkot tömi ki Carlos Perez.
20 évesen bemutatkozott a válogatottban, 2 évvel később már a Veszprém kézilabdázója. 1992-ben oroszlán részt vállalt a csapat KEG győzelmében. 3-szor választották meg az év kézilabdázójának, és ott volt a bakonyiak első BL döntőjében is, hogy aztán némi kitérő után visszatérjen sikereinek helyszínére, ahol megalapította saját kézisuliját. Legendák című rovatunkban ezúttal Éles Józseffel beszélgetünk. Éles József. 1969-ben született Budapesten. 179-szeres magyar válogatott. 1991 és 2003 között játszott a Veszprémben. Ez alatt KEG győztes lett, Bajnokok Ligája döntős volt. Valamint 10-szer nyert magyar bajnokságot és 10-szer magyar kupát. Máig ő dobta a legtöbb gólt hivatalos mérkőzésen a Veszprém színeiben. 2548-at. Éles József a Budapest Spartakuszban kezdte, majd Solymáron folytatta pályafutását, ahonnan már a Veszprém következett. Akkor még másfél év volt a katonai időnk, és a fél év után a budapesti Honvéd, amikor bevonultatott ugye sorkatonának, akkor volt egy fúzió a Pemőes és Solymárral, és annak egy NB1-es csapata volt, és ott kaptunk szerepet fiatal játékosként, és volt egy magyar kupa, hát most nem tudom, 4 közéjutásért, vagy magyar kupa, 8 közéjutásért egy mérkőzés az akkori Bramak Ese Veszprémmel, és Solymáron, abban a pici csarnokban, nem tudom hány, talán 500 férőjes csarnokban, azt hiszem 1 vagy 2 góla megvertük a Veszprémet, egy nagyon-nagyon jó hangulatú mérkőzésen, hát ami akkor hát szenzációs dolog volt. És másnap Hajnal Csaba már az apukámnak az ajtaján kopogtatott, mert hál' Isten nagyon jól kijött a lépés, és rengeteg gólt lőttem, és már az volt a téma, hogy mikor megyek Veszprémbe. Tehát igazából ott kezdődött a karrierem. A Milbertshofent itthon és idegenben is nagyon megverte a Veszprém. Előbb 10, majd 7 góllal, és KEG győztes lett 1992-ben. Talán ez maradt meg leginkább Éles Józsefben. Akkor egy olyan csapattal szemben, ráadásul, ahol az előző évi edzőnk volt ugye a Milbertshofennél, a Valeri Melnyik, aki azt mondta, hogy hát ez a csapat, aki itt hagyott Veszprémbe, az semmire nem lesz képes egy nemzetközi kupába, semmit nem fog tudni megnyerni, annyira ügyetlenek vagyunk az ő szemébe, és hát ez egy jó órási fricska volt, amikor a döntőbe ugye 10-zel itt megvertük őket, sőt ugye Milbertshofenben is tudtunk nyerni. Tehát igazából, ha azt nézem, nekem, mint eredmény, ez volt a legnagyobb. Éles zicserben, és nagyon keményen belövi. Ja, akkor még nem voltak olyan jegyek, amiket el lehetett adni, úgyhogy az első sor egyes szék, és akkor ott ül az ember. Ott 8 órakor kinyitották a csarnokot, délután volt a mérkőzés, nem tudom hány órakor, és 8 órakor teltház fogadott minket az edzésen. Éles József azokban az években a Veszprém arca ikonja volt. Az egykori világválogatott szerint ez azonban nagy felelősséggel is járt. Azáltal, hogyha valaki egy ilyen extra kézlabdás lesz, akkor nem csak az, hogy ő megy a városba, és akkor most ő egy extra kézlabdás, hanem úgy is kell viselkedni. Tehát lent kell maradni a földön, mindenkihez abszolút jónak lenni, barátságosnak, tehát mindent, aki valaki oda megy a kisgyerektől az idős bácsig, nénig, az autogramot kötelező jelleggel ki kell osztani, illem tudónak. Tehát én szerintem ez volt a legfontosabb, és szerintem azért szerettek sokan. Csábította a Barcelona és a Lemgo is többek között, de ő hű maradt a Veszprémhez. És hogy miként emlékszik vissza a Magdeburg elleni 2002-es BL döntőre? Pekes dolog volt a döntő, mert az itteni mérkőzésre visszaemlékezve egy rengeteg hetest hagytunk ki, amivel az akkori ugye, az edzőnk, az Ofko mester egy picit makacs volt, ez egy kicsit ilyen, hát most egy nem kemény kritika, de ezt tudni kell, hogy ott olyan játékossal lövette akkora hetest, aki mindenki tudta, hogy mit fog lőni, és azt hiszem 3 hetest is kihagyott. És ha azokból a hetesekből mi belőjük, és azért voltak jó heteslövők azon a mérkőzésen, akkor már egy sokkal nagyobb előnnyel tudtunk volna Magdeburgba érkezni, amivel azt a csapatot nem tudta volna megverni. És ugye addig Sterbik Árpádnak ugye iszatos szerepe volt, hogy a csapat ugye egy BL döntőben tudta védeni jóformán a csapatot. Tehát a Pamplonát például úgy tudtuk kivérni, hogy az ő százaléka az ilyen 60% fölött volt. Éles József szerint, ha az akkori Veszprémnek lett volna egy nagylászlója, akkor 2002-ben megnyerik a Bajnokok Ligáját.
A 2000-es autóbalesete után már kevésbé érezte a klub bizalmát, ezért is távozott 2003-ban. Éles József jelenleg edzőként az Éles kézisulit irányítja, de veszprémi csapatával a másodosztályban is szerepel. Királynyék Városa című rovatunkban ezúttal a Városházára kalauzoljuk el önöket. A vár tűszomszédságában álló impozáns épület eredetileg banknak épült, de ma a város közigazgatási központja. A vár szomszédságában álló óvárostéri impozáns épület a város közigazgatási központja, a Városháza. A romantikus stílusú épület 1857-ben egyházi banknak készült, 1990 óta polgármesteri hivatalként funkcionál. A pénzintézetből egy időben járási hivatal lett, felújítása előtt sokáig elhagyatottan állt. A rekonstrukció és átalakítás után egy szép épülettel gyarapodott a város. Az épületben először Vas Albert erdélyi költő, író mellszobrába futhatunk bele, majd felpillantva Veszprém testvérvárosainak címerét veheti szemügyre az ember. A második emeleti Komjáti teremben látható óriási festményen Szent István kedvesének, Gizellának érkezését láthatjuk. Kicsit odébb a Kossuth teremben pedig a közgyűlések mellett a házasságkötéseket tartják. A Városháza tetejéről pompás kilátás nyílik a Királynék városára. Kedvencei a tengeri herkentjük, szeretne jós lenni, mert akkor minden BL mérkőzés előtt tudná, hogy mi fog történni a csapattal, minden meccs előtt szeret egy jó nagyot sziesztázni, és persze, hogy az FC Barcelona a kedvenc futballcsapata. Ismerjék meg most picit közelebbről a Telekom Veszprém kiváló átlövőjét, Nagy Lászlót. Nagy László 1981-ben született Székesfehérváron, 199-szeres válogatott, kétszeres bajnokok ligája győztes. Ötször nyerte meg a magyar bajnokságot és a magyar kupát is. 2012 óta a Telekom Veszprém jobb átlövő kézilabdázója, pedig sokáig a kosárlabda élvezte nála az elsőbséget, hiszen édesapja válogatott kosaras volt. Nem volt még egy éves, amikor a család Szegedre költözött. A tiszaparti város sportcsarnoka Laci második otthonává vált. Rendszeresen eljárt édesapja kosáredzéseire, de az általános iskolában a kézilabdával is szembe találkozott. Ott az iskolák közötti bajnokságban pedig felfigyeltek rám a szegedi utánpótlás edzői vezetői. Ez kitolódott középiskolás bajnokságokra is, és gyakorlatilag addig mondták, hogy menjek már le egy edzésre, még meguntam, és lementem egy kézilabda edzésre, és annak a hangulat a légkör az nagyon megtetszett. Pedig ekkoriban az U13-as kosárlabda válogatottnak is tagja volt, sőt, ezen a területen kapott egy visszautasíthatatlannak tűnő ajánlatot is. 93-94 környékén a kosárlabda válogatottal voltunk kint az Egyesült Államokban, New York mellett, és ott felfigyeltek rám, ott ajánlottak nekem középiskolai ösztöndíjat első körben, meg természetesen, hogy kosárlabdázzak. Akkor viszont még fiatalnak éreztem magam ahhoz, hogy a tengeren túlra szegődjek. Így maradt a kézilabdázás mellett. 1997-ben már az ifjúsági Európa-bajnokságon játszott, ahol felfigyelt rá a spanyol csapat edzője. Ő szólt a Barcelona vezetőségének. Barcelona akkori edzője Valero Rivera 99-ben ellátogatott Budapestre, és gyakorlatilag a kérdés feltette, hogy lenne kedvem Barcelonába kézilabdázni. Nyilván ugye a kosárlabda miatt elszalasztott Amerika, utána ez egyértelművé vált, hogy mindig szokták ott mondani, hogy van az a bizonyos vonat, amire egyszer jön megáll, és vagy fölpattansz rá, vagy nem. Az én esetemben szerencsém volt, hiszen két vonat jött, és ugye sportágonként egy-egy, és a kézlabdára igen mondtam. Ott léte alatt kétszer 2005-ben és 2012-ben is magasba emelhette a BL trófeát, amelyet a legnagyobb sikerei között tart számon. A sikertörténet 2012-ig folytatódott a spanyolokkal, ekkor fogadta el a Veszprém ajánlatát, bár nagyon szereti a Királynék városát, lánya miatt mégis Budapestre költöztek.
gyakorlatilag a családdal budapesti központban vagyunk, hiszen a kislányunk kint 5 éves koráig Barcelonában nemzetközi iskolába járt, úgyhogy ezt igyekeztük továbbra is tartani, illetve elvárosunk volt az angol nyelvnek a maximális elsajátítása. Itt a Balaton környékén nehézkesek, illetve nem voltak olyan lehetőségek, hogy iskolát találjunk, ilyen jellegű iskolát találjunk, így le Budapest központ. Nagy László sok időt tölt Veszprémben, nem csak akkor, ha a kézilabda oda szólítja, hanem a szabad idejében is. Ekkor legszívesebben a családjával szeret lenni, a kutyáival sétálni, vagy éppen egy étteremben ücsörögni és finom, egészséges ételeket enni. Emellett, ha kell, szívesen segít a külföldi csapattársaknak is. Természetesen vannak olyan dolgok, amiben én esetleg egy külföldinek többet tudok segíteni a kapcsolataimon keresztül, autóvásárlás, telefon, kezelések, bármi, igyekszem, vagy bank esetleg, tehát igyekszem nekik segíteni. Nagy László kézilabdázóként klubszinten mindent megnyert, amit játékos megnyerhetett. Mégis még mindig van olyan cél, amely kellőképpen tudja őt motiválni. Ameddig élvezem és szeretettel járok edzésekre, mérkőzésekre, és megtalálom a kihívást, illetve a célokért tudok küzdeni, mind magam miatt, mind pedig a társak miatt, a szurkolók miatt. Addig szeretnék pályán lenni, ha már ez nyugteher és motiváció nélküli, akkor nem is várnám meg, hogy a vezetők szóljanak, hogy köszönjük szépen, elég volt Nagy Laci, hanem akkor Nagy Laci szólna Nagy Lacinak, hogy elég volt, és tényleg ott abba hagyni, ahol még kellemes emlékek kötnek ez a sportákhoz, meg természetesen hát a csúcsok csúcsán abba hagyni gyakorlatilag, és meg természetesen egy BL győzelemmel érne fel. Erre pedig minden esélye megvan, akár már az idei szezonban is. Ez volt az Építők kézilabda magazin. Ne feledjék, jövő hét pénteken ismét jövünk. Én köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra.